Sziasztok, Sly Walker vagyok ismét. Ebben a videóban a kezdőknek szeretnék segíteni a KVK megismerésében. Mi is az a KVK? A KVK, avagy királyságok harca, vagy még esetleg szokták úgy is írni, hogy világok harca, arról szól, hogy különböző világok egy adott eseményben szembe kerülnek egymással, és az ott lévő játékosok átmennek egymás királyságába, és bizonyos tevékenységgel pontokat szereznek. Mindjárt nézzük is meg, hogy ezek a pontok hogy néznek ki. Úgy szokott kinézni, hogy amikor maga az esemény elkezdődik, vagy úgymond event elkezdődik, akkor itt fönn, most nem rányomok, ugye látod, hogy Kingdom Clash, vagy pedig itt a kristály helyett ilyen kardozó emberkék jelentnek meg. Na most erre rányomunk, ezt a három elemet oldja föl az event, ez a fő része. Úgy néz ki, itt lehet látni, hogy én a 38-as világban vagyok, itt pedig az ellenfelek láthatók. Tehát jelenleg a mi világunk a 38-as, és a 40-essel, illetve a 47-essel állunk harcban. Tehát, mint említettem, ezt a harcot úgy lehet megnyerni, hogy a játékosok pontokat gyűjtenek. Ez itt oldalt látható. Hogyha rányomunk, akkor látjuk, hogy mi mit ad. Na most, mivel ez a videó, mint említettem, az elején a kezdőknek készült, ezért ezt a kettőt, ahol katonákat és egyéb épületeket kell elfoglalni, ezeket felejtsétek el, ez nem a ti szinteteknek való. Viszont már alacsony szintűként is megtehetitek azt, hogy a KVK-ban átmentek egy másik világba, és szörnyeket gyilkoltok, illetve nyersanyagot gyűjtötök. Itt lehet látni, hogy egyes szörnyek megöléséért, illetve már maga csak az, hogy megütöd, azért mennyi pontot kapsz. Például egy level 1-es szörny megölésére 1000 pont jár, egy level 1-es szörny megütésére 300 pont jár. Jó, a másik pedig, hogy ha bányászunk. Bányászni legjobban az aranyat éri meg, mert az adja a legtöbb pontot, jelen esetben 1000, minden 1000 arany után 330 darab pontot kapunk. Ha nem találsz aranybányát, akkor lehet az ércet is, vagyis az orét bányászni, az a második legjobb megoldás. Jó, na tehát, hogy is csináljuk ezt a dolgot? Vagy azt csináljuk, hogy rábökünk a célpontra, és megjelenik a világok között, és mint láthatjuk, van egy ilyen nyilacskás ikon ez itt. Erre, hogyha rábökünk, akkor tudunk átmenni a másik világba. Ehhez, hogy át tudjunk menni, ehhez egy darab random relokátorra van szükség. Menjünk is át. Na. Jó, tehát itt mondja, hogy random relokátor kell hozzá, nekem van 15 darab, azt mondom, hogy rendben van. Jó. Itt figyelmeztet rá, hogyha folyamatban van egy támadás a várunk ellen, és mi ezt a relokátort elhasználjuk, akkor az ellenség, aki még esetleg fél órára van, vagy sokkal többre is lehet, az azonnal odaér. Jó, ezt tudomásul vesszük. Jó. Megtörtént a költözés. Itt figyelmeztet minket a játék, hogy sikeresen ideértünk, 4 óránk van, hogy ezt a harci tevékenységeket, amiket ott az előbb néztünk, elvégezzük. A 4 óra leteltével a várunk automatikusan visszakerül a saját királyságába,
viszont nem oda, ahonnan indultál, tehát ugyanúgy random jelleggel. Hogyha vissza akarsz a saját helyedre menni, akkor szükség lesz egy sima relokátorra is, amit a Guild Shopból is meg tudsz vásárolni. Jó, amint ideértünk, szétnézünk, hogy hol is vagyunk. Ó, itt nagyon jó helyen vagyunk, itt a világ végén, itt nem nagyon lesz ellenség. Fontos tudni, hogy aki ténylegesen az ellenséged, az pirossal van jelölve. Ugyanis a saját világodban lehet, hogy bizonyos klánok rendszeresen megtámadnak és ősi ellenségnek számítanak, viszont mivel ebben az eseményben a királyságok állnak harcban, ezért ő is a barátunk, tehát biztos, hogy nem fog megtámadni, úgyhogy ha meglátunk egy olyan embert, akitől alapvetően félni szoktunk, attól ebben az esetben nem kell félni. Például itt van egy ilyen, látszik ez a sárga, ez a mi világunkból való, ő nem fog minket bántani. Jó, ahogy ide értünk, mivel kicsik vagyunk és sebezhetőek, fontos, hogy föllőjünk legalább egy 4 órás pajzsot, hogy a 4 órás itt tartózkodásunk alatt ne tudjanak megtámadni. Innentől kezdve a támadásoktól a várunk biztonságban van. Jó. Aztán... Hát keressünk bányát. Mint említettem, az aranybánya a legkifizetődőbb, mert az adja a legtöbb pontot. Itt találtam is egyet, sőt még egyet. Jó, elkezdünk bányászni. Jaj, hát igen. Erre elkezdünk bányászni, csak ugye, mint a korábbi videóban mutattam, az egységek, hogy biztonságban legyenek, a shelterben vannak. Jó, most kivettük őket, nagyon nem kell izgulni, mivel pajzs van rajtunk, ezért most bántódásuk nem eshet. Alapvetően az aranybányákat kell megcélozni, mint már említettem. T1-es egységeket küldjetek, most itt magamnak ellen mondok, mert én a saját egységeimből, a T3-asokból fogok küldeni. Azt mondja, hogy... Oké. Rendben van. Erre mondjuk küldünk a kicsire T1-eseket. Oké. Jó. Szuper, pont elég lett. Jó, kiküldtük bányászni az egységeinket. Nagyon fontosnak tartom, hogy ha ebbe belevágtok, akkor mindenféleképpen szálljátok rá az időt, hogy az alatt a 4 óra alatt folyamatosan tudjatok játszani, hiszen akkor teljesen értelmetlen átjönni, hogyha egy 1/4 órát tudsz itt bányászgatni, azt meg tudod csinálni a saját királyságodban is. Illetve amiért még nagyon fontos, hogy csináljuk ezt a dolgot, ugyanis ennek van jutalma, a fő eseménynek a jutalma, aki nagyon ügyesen gyűjtögette a pontokat, a KVK event végén a győztes level 1-től 5-ös szintű gembányák fognak megjelenni abban a világban, aki nyert. Aki vesztett, ott csak 1-es vagy 2-es szintűek jelennek meg. A következő rész, a guildvaros rész, itt a guildünknek az összteljesítménye számít, ugyanazok a feladatok, csak itt külön számolja a pontokat. Hogyha elérünk bizonyos szinteket, akkor meg lehet nézni, milyen jutalmakat kapunk, ezek itt láthatók, ezek a ládikák. Majd, hogyha nagyon-nagyon ügyesek lennénk, akkor itt is több szuper dolog van, de
Ezt egyelőre nem kell nézegetni, ez a veszély nem fenyeget minket, hogy ilyen szintig eljussunk. Jó, és a következő, ami számunkra a legfontosabb, az a solo war, azaz az egyéni háborús tevékenységeknek a jutalmazása. Ugyanis ugyanazokat a pontokat, amit megszerzünk, a egyéni teljesítményünket is díjazza a játék. Három szintje van neki, és lehet látni, hogyha harmadik szintet is tudjuk teljesíteni, akkor ott azért gemhez és egyéb szuper dolgokhoz is hozzájuthatunk, de az egyes és kettes szinten is ezek a gyorsítók, nyersanyagok, relokátor, ez mind megéri szerintem. Jó, a bal felső sarokban láthatjuk, hogy mennyi van még hátra a teljes eseményből. Aztán itt, amit elfelejtettem mondani, és ez az érkezéskor nagyon-nagyon fontos, csak nekem már be van nyomva, mert már egy kört eltöltöttem, hogy nyomjuk be a gyűjtögetés bónuszt, ez a Gather Boost 50%-os, én egy naposat nyomtam be, hogy sokkal, de sokkal gyorsabban, ez jó hülye hangzott, tehát 50%-kal gyorsabban gyűjtögessenek az emberek, és sokkal gyorsabban juthassunk azokhoz a pontokhoz, amiből a jutalmakat meg tudjuk szerezni. A másik nagyon fontos dolog, hogyha ezt az eseményt csináljuk, akkor figyeljünk oda a bányászó egységeinkre, hiszen ugyan a várunkat nem tudják megtámadni, de a bányászó egységeinket igen. Jó, itt a jó példa, amit mondtam, a fu egyesek, akiket nem szeretünk, a kis kínaiak itt tanyázik mellettem, de mondjuk pajzsba is van, de mint látszik, nekünk sárga, úgyhogy nem valószínű, hogy meg fog minket támadni, hiszen neki is ez az érdeke, hogy mi is tudjuk gyűjteni a pontokat. Jó. És a végén, amit említettem, itt meg tudjátok nézni, hogy mikor jár le pontosan az a időszak, amíg itt tartózkodtok, utána vissza fog dobni a játék, és a saját helyetekre egy relokátor scrollal tudtok visszajutni. Ha még nincs, akkor 270 ezer coinért tudtok venni. Jó. Ennyit kell tudni a kezdőknek a KVK-ról. Nem harcolunk, bányászunk, biztonságban odafigyelünk. Nem baj, hogyha a jutalmaknak a harmadik szintjét nem tudod elérni. Szerintem már a első-második szinten is kapsz ajándékokat, gyorsítókat és egyéb dolgokat, amiért már megéri idejönni és kibányászni azt a arany és vas mennyiséget, ami eljutott téged legalább a második szintre. Nem kell tőle félni, én is először azt gondoltam, hogy jó, világok harca, és akkor én kis szinten mit kezdjek ott, aztán utána olvastam, és akkor rájöttem, hogy nem egy akkora nagy durranat, mindenkinek megvan a saját helye ebben az eseményben, a kezdők helye a gyűjtögetés, illetve a szörnyek öldöklése biztonságban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett, és tanultatok belőle. Ne felejtsétek el az egységeiteket elbújtatni, vigyázzatok magatokra, sziasztok!